Kitüntetést kapott egy német tévétársaságtól, a Funke Mediengruppe Hörcu című magazinjától az a svéd diáklány, aki mozgalmat indított a klímaváltozás ellen tavaly. Greta Thunberg egy pénteki napon iskola helyett a svéd törvényhozás épülete elé vonult és azonnali környezetvédelmi intézkedéseket követeltek. Idén már ott a neve a Nobel-békedély jelöltjei között. Arról beszélt a diátadon, hogy egy furcsa világban élünk, ahol a diákoknak fel kell áldozniuk a tanulmányaikat azért, hogy helyette tiltakozzanak a jövőjük lerombolása ellen. Ahol azokat érinti leginkább ez a krízis, akik a legkevésbé tehetnek róla. Ahol a politikusok azt mondják, hogy túl sokba kerül megmenteni a világot, miközben dollárbilliókat költenek el a fosszilis energiahordozókra. Greta Thunberg tavaly indult tiltakozó akciója globális tömegmozgalommá nőtt. Péntek a jövőért címen fut a világban. Diákok tízezrei vonulnak utcára, ahelyett, hogy iskolába mennének minden pénteken.